vagyok. Megyek a vasúton felé. Az érdekesség ennek a maga a vasútnak, hogy ezt a vasútvonalat még az osztrák-magyar monarchia 1828-ban elkezdte építeni. Hát szerintem ez már 1890-es évek óta ugyanebben az állapotban van. Nem változott sem ennyit se. Épp egy vonatot látnak. Most tovább folytatom a mondani valót. Ezt a vasútot még a Magyar-Románia építette. Azért is volt. Azóta nem bővítették. Nem változtatta rajta semmit sem még. Ugyanabban az állapotban van. Láttunk. Olyan így lehetett akkor is a gödör, a bokrok. És így volt. Mint a mai napig. De nem olvasható. Mikor lettek lerakva ezek a tartóbetonok, és rá van írva a dátum, tehát olyan fejtelen nem fog meglátszolni, 1963 van ráírva, ezt kell fordítani, így sem nem látszik semmi, így mindegy. Ugye ez utoljára ezt a vasútvonal, ezek a betonok tartok 1963-ban lettek kicserélve. Mindegyiken 63-at ír. Virágzott még az akkori Jugoszlávia, és azóta nem javítottak nagyon rajta semmit se. Meg ugyanolyan a helyzet, mint ott. Most tovább megyek a vonalon. Most ez az utalta, mint taposok. Egykor ezen tankok mentek át rajta. Évfegyver és autók, meg egyéb más. Őrizték nagyba a tankokat. Sineket. Tovább haladunk. Nézze ezt a szép tájat. És a tanulságot kell levonni, azt kell levonni, hogy ezt tett még a volt, azt a magyar monarchia rakta le az alapkövet ennek a sineknek, majd az akkori Jugoszlávia 1963-ban részletben felújításokon ment át, azóta nem változtattak semmit, amikor már kb. Olyan 10 éve lassat csinálom, hogy meg lesz épülve. 10 év, már egy évtizedre van, hogy majd lesz ideépítve a kínai gyorsvasút. Szerintem nem lesz abból semmi se. Elméletileg már 2017-re fel kellett volna építeni, erre meg 2017-ben elkezdtek valami szerződést aláírni. Hát nem lehet tudni, hogy mi lesz itt. Addig megmarad ez a gyönyörű táj, amilyen volt. Az 1890-es években ugyanolyan, míg a mai napig is szinte nem változott semmi sem még. Esetleg nem voltak itt még akkor a nagy hatalmas
mégiscsak változott az a nézet. És mondom, hogy mivel változott meg? Elején gőzösök mentek hittem, akkor nem volt fönt szerintem ezek a különoszlopok. Na és akkor így Magyarországra van le. Majd. És akkor én nem voltak itt a maga tájképben. Ez nagy hatalmas világtrafó. Látható. Ráközelítek. Ennyit mi is beszélünk. Jó, felvételen látszódjon. Pont van egy út kitaposva, aztán ide szoktak leellenőrizni, hogy minden rendben van. Nagy feszültség, ez hisz. Pont van, most egy út. És itt van, látható. Ez nem volt itten. Na, itt van. Most tovább. Voltak második világháborús bunkerok is, de sajnos el lettek tüntetve. Volt Jugoszlávia, a békesség jelén bűr. Beásadta őket, elpusztította. Jobban járt volna, ha itt hagyta volna. Nagyobb turisztikai szempont válhatott volna belőle. Tovább sétálok. Látod, ez a vonat, vasút felé tartom. Nagyba szemetel, minden ledobva. Látható egy zsák. Mi lehet benne? Megnézem. Ez nem ilyen forzsák, mi lehet tornázni. Látunk még. Még egy kedvenc helyen. Ez itt. Szerintem itt valami nagyon érdekesség, hogy az út. Ez itt az ott szeret, megvan. Szerintem a régebben, itt van a 1930-35-ös években. Ez itten. Régen itt állhattak ilyen autó. Ilyen bázisféleség lehet ez? Valaki tényleg nem bírt nagyon magával terakta a szeméttel? Ez nem volt. Csak amit bír. Majd. Tovább nézzük ezt a gyönyörű képet. Bázis lehet ez? Nem voltak itt ez a nagyon sok szemét, most köpített ide. Mégsem nem volt ide semmi téla. Az érdekesség, hogy ott van egy kivetél a pillanatban, hogy az ott régen egy út van ott. Mégis mutatom, mire gondolok.
érdekesség, valami tába, pedig ez nem szerintem ez igelben is volt, de ott rakott tába. Egyfár régi, így felett maradva egy bunker. Majd itt tovább megyek keresni. Nézzünk, mi is van. Sok számít. Más? Hol itt a környezetvédő? Na, nem is ez a téma. Az a téma, éppen nézegessük nagyban.